Székesfehérvár adott otthon szombaton az Optivita ultrafutókupa első állomásának. A remek hangulatban és körülmények között tartó kupasorozat részleteiről, valamint a szombati napról Bárdos Barnabás főszervező mesélt. Ez ugye egy ultrafutó kupa, ami azt jelenti, hogy 1, 2, 4, 6 és 12 órás számokban indulnak a futók. Összesen 150 futónk van, és hát a neheze hátra van, mert a 6 és a 12 órások még hosszú-hosszú ideig kint vannak a pályán. Ez az ország 6 területe, 6 városában fogjuk megrendezni. Fehérváron kezdjük, aztán megyünk tovább Pécsre, Szombathelyre, Kecskemétre, Velencére és a végén Győrbe. Az időjárás nem volt túl kegyes a szervezőkhöz, hiszen a versenyt megelőző napok csapadék mennyisége miatt gyorsan új helyszínt kellett találni a viadalnak, így esett a választás a csónakázó tó körüli területre. Egy héttel ezelőttig még ugye a Halesz Parkba terveztük a versenyt, az egy ismert bejáratott helyszín. A belvíz és a hóoldás miatt viszont ez lehetetlenné vált, úgyhogy itt inkább a szervezőknek volt egy óriási munka, hogy egy hét alatt új helyszínt találni, a helyszínt hitelesítetni, és tájékoztatni az összes indulót, résztvevőt, hogy módosult, de tulajdonképpen mindenki jött, és mindenki hálás azért, hogy futhat, akkor is, ha az eredeti helyszínen ezt nem tehette volna meg. Az elszánt versenyzőknek azonban az új szintér sem okozott problémát, így nagy kedvel harcoltak a kilométerekkel, vagy éppen az egyéni csúcsokkal. 6 órásra neveztem, most 4 óra után vagyunk, még van 2, kicsit frissítünk, aztán megyünk tovább. És eddig milyen a verseny, illetve hogy bírja erővel? Köszönöm szépen, nagyon jó, az első 25 kilométer után számoltunk egy gyorsat, hogy ebből még akkor maratoni csúcsom is lehet, úgyhogy onnantól kezdve kicsit gyorsabban mentem, hogy 3 óra 50-en belül futottam egy maratoni csúcsot. És hogy mennyi felkészülést igényel egy ilyen teljesítmény? Igazság szerint én a fél Balaton szupermaratonra készülök, tehát ez a mostani verseny is csak egy felkészülési állomásként neveztem be. Az utóbbi 3 hónapban heti rendszerességgel 70-80 kilométert futottam. 70. Aki nem ragadott futócipőt, csupán nézelődni érkezett, az is találhatott magának sok-sok érdekességet, hiszen a Szabad Művelődés Háza egész nap különböző kulturális programokkal szolgálta nézők számára. A végig zenével kísért eseményen még a helyszínen készült finomságokat is megkóstolták a jelenlévők. Az utolsóként célba érő futók nagyjából este 10 óra körül érkeztek be. Az Optivita Ultrafutókupa június 22-én Kecskeméten folytatódik. Hajrá.